Sziasztok, szép estét minden magyarnak határon, innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, és akkor kezdjük is, lesz meg egy minimális politika, egy kis tánc, és haladjunk is. Azt mondja, hogy a Mester 3-os lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Az egyes részeket itt tudjátok elérni, minden videó alatt vannak külön linkek, hogy hogy lehet a Bitcoinhoz, az altokhoz, illetve a hírekhez eljutni rögtön. Aki még most új a kripto világban, az a kripto alap, annak nagyon ajánlom a kripto alapok könyvtáramat, ebben nagyon sok segítő kis videót találtok. Aki az árdiagram elemzésémre kíváncsi, az ezen a linken keresztül éri el. Egyébként regisztrálni kell a TradingView-ra nektek is, és hozzáadni a külön coinokat, akkor fog ugyanúgy felépülni, mint amit nálam is láttok. Illetve aki még részletesebb információkra kíváncsi, amit nem tudok elmondani az esti híradóban, az a kriptodás linkeken keresztül ezt is megtalálja. Aki kriptovalutát szeretne vásárolni, az talál itt kettő linket is, illetve segítő videókat a regisztrációval kapcsolatban. Zárásképp pedig, aki fizikai pénztárcára szeretné áttenni a kriptóját, az a Ledger Nano X-el talál itt, kapcsolatban talál itt plusz segítő videókat, köszönet érte Gábor bányájának. És akkor haladjunk is. Első kör, teli van a plafon, úgyhogy próbálok pörögni. Azt mondja, hogy jó, igen, hát kicsit szétrészem, ó, mindegy, Bitboy kriptóit nem nagyon, vagy három részt, vagy ilyesmiket néztem tőle, de mond, magyaráz, de úgy nincs nagyon, nem tudom. Számomra nem sok lényege van, 600 ezer feliratkozója van, de olyan 100 ezeren nézegetik, vagy 200 ezeren, tehát 5-ből egy, vagy 3-ból egy ember, aki nézi. Most, ahogy nézem, utóbbi időbe elkezdett csajos képeket betenni a főképnek, hogy hát, ha akkor többen nézik, majd meglátjuk. Nem azt mondom, mondd azért okosságokat, de több a szöveg, mint a tartalom szerintem, nem is ez a lényeg, hanem inkább a másik kettő. Most MM kriptó meg elért oda, hogy 3 nappal később megtalálta azt a vonalat, amit én már 3 napig berajzoltam. Let me connect these rings here with each other. You can see that probably we see here something nice like a... Tehát ugyebár amikor itt megjött a tetején, már ott berajzoltam, hogy potenciálisan ez lesz a trendvonal, ő meg itt 3 nappal később, ez a másik sztori, na mindegy. Akkor ezért The Moon, hát ez meg, fú, ez mikor, ez 20-dik, ez tegnap tette fel ezt a videót, hogy ide fog letörni, 7%-os short lesz majd, izé, 54.800-ig le fog menni az ár, ezt mutatja a mintázat. Erre fel ma felteszi, hogy... In this video, the Bitcoin price broke down, and we perfectly, exactly... Perfectly, exactly, tökéletesen behúzta a szárát 2000-rel fentebb, hogy, mert csak addig ment le, hogy tökéletesen megmondtam tegnap, hogy eddig fog lemenni, tökéletesen eddig ment le. Azt itt van tegnap, hogy most itt mutatja a szárát, amúgy meg lentebb volt még 2000-rel. Na mindegy, de nem tudom, fúj. Ilyen manipulációkat, mikor másnap rátrajzolja, azt mondja, hogy nekem volt igazam. Hát erről tényleg már csak a politika jut eszembe, hogy az valami hihetetlen, ami még ott megy. Ezt most nem fogom, terveztem, hogy bemutatom ezt az 5 percet, de nézzétek meg, nem fogok itt nagyon politizálni. 5 napja jött ki, nagyon bírom emberünket. Úgyhogy ez már csak egy dolog, de fú, ez tényleg olyan, hogy mit, hogy lehet manipulálni, hogy mondanak az emberek, és ami a kedvencem, tehát ez, hogy miért, de nem megyek tovább, ez a vége a politikai résznek itt az elején, ezt imádom, mert én 2018-ban direkt megnéztem a választások előtt pár héttel, hogy na jó, mondom, most már azért illik elolvasni legalább a választási programjait a nagyobb pártoknak, hogy kire érdemes szavazni. Ez a kedvencem, ez egy gyöngyszem. A Fidesz-KDNP nem publikált programot. Mi volt a programja? Az egész választási, hogy mit akarnak 4 évig csinálni, mi volt a választási programja a Fidesznek? Nem kell migráns. És megszavazta, az egész ország megszavazta őket. Ennyi kell, úgyhogy fú, atya, úristen. A másodiknak nem mondok neveket, meg ilyesmi, elolvastam a programját, végigolvastam, az 80 oldal volt, ha jól emlékszek, 60 vagy 80 oldal, de olyan intelligens dolgok, meg okos dolgok voltak benne, hogy hihetetlen. De akik viszik az országot, ők még programot se adtak ki, mert mi a jó Istennek úgyis rájuk szavaznak majd. Miért kéne ahhoz bármit is tenni? Na jó, haladjunk tovább, elértünk a Bitcoinig. 57.300 dollárnál jelenleg az ár. Hát itt mondták, hogy rajzoljon be ezt a vonalat tegnap valaki, hogy elfelejtettem, meg tényleg nem néztem The Moon-t, meg MM Cryptot, mert azért sokkal nagyobb hírem van, 2%-ot, már 2,5-2%-ot nőtt pluszba a portfólióm a Bitcoin árnövekedéséhez képest. Én ezen dolgoztam tegnap, hogy melyik coinokat mit érdemes, ma akartam csinálni egy órás videót, de nem tudtam, mert minden saját dolgomat is kell csinálnom, hétvége van, takarítani, meg vásárolni, meg ilyenek. Úgyhogy nem tudtam azt a videót megcsinálni, de olyan coinok vannak itt, hogy fú, 2%-ot hoztak a Bitcoin árán felül egyetlen nap alatt 2%-ot, hogy mutassam, így is jó.
Úgyhogy, atya, úristen, na jó, azzal foglalkozom, de elfelejtettem ezt a kis vonalat berajzolni, de egyébként mit csinál ez a, nem is egy hetes, a teteje az már van egy hetes, de hát az alja 16-a 5 napos kis vonal, és akkor ki is tört belőle, jó, hát júj. És akkor lejött egy 5%-ot, vagy valahogy így, mutasd magad, 5%-ot lejött, és már megy is vissza az ár. Itt van a fibózóna alatt, az 55 ezeres fibózóna, addig jött le, hiába mondta Dömum, hogy majd le fog jönni még lentebb, meg ilyenek. Na mindegy, ez az újrarajzolás, ez nagyon feldegesített, ez nem igazán szimpatikus nekem. Egyik napról a másikra újrarajzolja, és azt mondja, hogy pedig nekem volt igazam. Nekem ott van fent a vonalam, megy fel 67-ig, és akkor ezért nem ment fel, attól függetlenül még ott van, de még mindig fel, tehát ha itt kitörik, akkor valószínű, hogy utána tényleg elmegyünk a 67-68-ig, ők is, ahogy nézik a fibózónákat. Még ebből is 67-68 jön ki a pillanatot, gyorsan megmutatom. Azt ez MM Crypto is mutatta ma, hogyha ide teszünk egy fibót a tetőtől a zajáig, akkor itt is itt az aranymetszet, mutasd magad, hogy van valahogy így, és akkor 67 ezer itt is, 67-68 ezer eddig kell, kb. Az aranymetszet is itt van 67-nél, az 1,618. Úgyhogy valószínű, ide még azért fel fogunk érni, ha nem itt, na hol van már rajzolóka. Még ha nem is itt jöttünk egyenesen fel, itt ment egy kanyarpályát, de ugyanúgy valószínű, hogy fel fogunk jönni ide erre a 67-68 ezeres zónára lassacskán. Illetve a másik, amit hú, az is eszembe jutott tegnap előtt, ahogy olvastam a kommenteket, meg írkált más is, az autót vissza kell tenni, igen, autó, jó. Hogy ami nagyon nem, ezt már figyelgettem direkt, január elindult, január jött egy plafon januárba, és január végére, mielőtt nyitott a február hónap, a legalján volt az egész sort. Levitték a legaljára. Nyitott a február, első naptól felszállt az ár. Felszállt, jó, itt még Teslás is volt benne, felszállt plafonba, jött, már közeledett a március hóvége, lesortolták a francba, és a legaljáról sort legalja volt március 1-én, onnan nőtt megint az ár. Most megint itt vagyunk, feljöttünk, de most már, hát megint következik az április, nem tudom, hát legrosszabb esetben lehúzhatnánk ide, de szerintem valószínű, hogy fentebb vagyunk, de erre érdemes figyelni, hogy ez hosszú távon megmarad, hát ha ebben a hónapban is harmadszor is eljátszák azt, hogy a short legaljára lesz, tudom is én, március 30-án, 31-én április előtt egy-két nappal, az árakkal lehet, hogy legközelebb tényleg a hónap utolsó két-három napján kell majd vásárolni. Csak ezt is akartam mutatni, egy két hónapja már van ez a trend, hogyha úgy mondjuk, hogy hóvégére lesortolják. Kíváncsi leszek, majd még van 10 napunk a hónapból, hogy mi fog történni. Bár én itt most megint akkora az alja a kanócnak, hogy rögtön visszaverte az 55-ös fibúzóna, ez most szerintem valószínű, hogy most már tényleg itt lesz ideje, hogy elkezdjen kitörni. Ha ma nem, akkor majd a holnapi tőzsde megmondja, mi a helyzet. Ott komolyabban meg fognak lódulni az árakat. Szerintem valószínű, hogy felfelé fogunk törni, de ha ezt a hónap végét elkezdik megint játszani, akkor meg lehet, hogy legrosszabb esetben még 40, ide a liláig lehúzhatják 45 környékére, 44 környékére, de hát az alatt még van egy fibózóna, amit meg kell törnjük, ekkora sortot szerintem nem valószínű, hogy fognak csinálni pár nap alatt. Három fibózónát meg kell törniük, hogy elérjenek itt a negyedikig. Úgyhogy ezek jöhetnek számításba. Na de, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy az arany, jó arany, aranykám, hát aranykám, 1%-ot, 1,1%-ot csökkent, elég csúnya kis piros gyertya van itt. Az aranynál $1725 kerül jelenleg. A dollár, át a dollár, az nem volt ennek kihatása rá. Gondolom, meg volt a szervezve, hogy világszinten az összes központi bank mindenki nagyságrendileg ugyanannyi pénzt nyomtatott, és akkor, vagy nem tudom, hogy nem értékeledett tovább a dollár, mikor a 10%-át kinyomtatták megint. Ha jól tudom, akkor 20 trillió dollár van a valós... Jaj, de azok lehet, hogy csak a papírpénzek. Aha. Hát de papírpénzt nyomtattak megint, mondjuk, ilyen, de nem, mert hülyeség, mert papír, na, túlmagyaráztam, papírpénzt meg nem tudnak, mert most is csak egy meg nulla van. A pénznyomtatás az annyit jelent, hogy szor 0, szor 1,2 kb. És akkor 20%-kal több pénz van, de csak egyesek meg nullák digitálisan. Papírt már nem nyomtatnak, a központi bankok is csak a számítógépbe beütik, hogy szor 1,2, és akkor több pénz lett a világon. Na jó, haladjunk is tovább, Bitcoin, nézzük a stock to flow-t, haladunk még mindig a 100 000 felé, ahogy hónapok óta mondom, és hol van a legfrissebb pöttyünk, most egy kicsit egy tegnap éjfélkor jött, vagy éjszaka hajnalba egy
sort, egy pár, egy 5%-os kis sort, de már húz is vissza. Jelenleg a legfrissebb pötty 57.200 dollárnál, 280 dollárnál van. Még lazább a 463-os világos kék átlag fölött vagyunk. Valószínű ez a fent, ahol mocorog, mondnak a pöttyök, az lehet a 365-ös, 365 napos átlag, és az visz fel március, vagy mi március, már május környékére, május-június környékére 100 000-ig. Na de, nézzük a kifejezésekre hányan keresnek. Most így a short volt, gondolom, még kell, ja, még egy kicsit többen is érdekes. Na mindegy, a bitcoinra 44%, kriptóra 10%, NFT-re pedig 5%, valahogy így állt az egész tegnap is. Még mindig nem terjedt el annyira a köztudatba a bitcoin. Nézzük is a piaci értékeket, kezdve az Ethereum-mal. Az Ethereum 3 helyet visszaesett, most jelenleg ugyebár short volt 5% bitcoinnál is, és az Ethereumnak jelenleg most 206 billió dolláros a piaci értéke ezen az aktuálisan 1792 dolláros áron. Menjünk is a top 10 felé, a bitcoin a 8. helyen jelenleg, már nem 1,1 trillió dolláros, csak 1,07 század trillió dolláros a piaci értéke, de azért az 1 trillió még mindig megvan, ezen az aktuálisan 57.425 dolláros áron. És akkor azt mondja, hogy magyar forintban pedig 17.700.000 forintot ér egy darab bitcoin. Kicsit lement 18 alá, mert volt egy 5%-os korrekció. Oké, nézzük, hogy jöttek-e új coinok. Március 19, nem, ez még mindig a legfrissebb hír a Coinbase-nél. És akkor, júj, na ebben majd nagyon, majd pfú, akarok tényleg legalább egy órás videót csinálni, vagy két órásat a portfóliumról és az altcoinokról, hogy mik vannak, miért vannak. Nagyon, itt ha nézitek, a Most Visited a legtöbbet látogatott, az Ecomi van az első helyen, pont ezzel pislogtam, ráfrissítek egyet, mert most nem 0,0115 az ára, ezt tegnap este vagy hogy hoztam be, hopp, az Ecomi kicsit lentebb került, 0,0103, de még mindig kell, ez a SafeMoon, de hát arról kb. Semmi nem volt, nincs még honlapja se, ahogy néztem, kicsit izé elkalandoztam pillanat, de hát még a honlapjuk se volt meg tegnap, ahogy néztem. Na most már van valami, hát még mindig csak tekert tegnap legalább kihozta, hogy ezért nem létezik ilyen oldal, úgyhogy de mindegy, hát most SafeMoon-ra keresnek, de nem is létezik kávé, nem tudom mi lesz majd az a SafeMoon. Az egyik az Ecomi nagyon itt van, 3 nap múlva jön ki ugyebár, úgyhogy kíváncsi leszek, én is addig tartom, és akkor kíváncsi vagyok, mennyire tolja meg az árat, amikor Uniswap-on is elérhető lesz már. Na de, vissza a pillanat. Mindjárt, még mindig nem, de mindjárt kezdem a top 10-et, mert első körben a kategóriákat akarom, még ezért is akarom, de erről majd hosszabb videót csinálok, de ez nagyon fontos, hogy jött itt kategóriák fül a CoinMarketCap-en, végre elkezdik kategorizálni a kriptókat. Piaci érték szerint melyikbe egy kategória alatt több kriptó is van. Tehát ez az okos szerződéseknek a kategóriája, itt van ott az Ethereum, a Cardano, a Chainlink, a Stellar, a WeChain, és így tovább, és itt külön kategóriákban. Én úgy szerveztem meg a portfóliómat, hogy a top 20 kategóriából mindenből van a top coinokból. Talán a yield farming az egyetlen egy a 20-ból, amiből nincs, mert ez meg olyan hülyén ment a piac, hogy ezt hagytam is most valami egy kicsit zöld, de végig piros volt az egész, nem is akartam nagyon belemenni. Mindegy, majd Ávit is lehet, hogy egyszer érdemes venni, de hát az is ma lement, úgyhogy az egyébként a top 20 kategóriából, amik itt vannak, mindegyikből van a portfólióban, legkomolyabb coinok benne vannak, van, amiből még 5 is van. Egy adott csomagból. Úgyhogy mondjuk a Polkadotnál, hát ott talán pont 5 van. Van Polkadot a portfólióban, Chainlink, a Kusama, két legnagyobb tesztkörnyezet, meg a Chainlink a legnagyobbak a Polkadot hálózatán, illetve van benne Ocean Protocol, meg Anker is. Úgyhogy, na mindegy, én így válogattam a portfóliómat, na de haladjunk is a top 10 felé, ezt majd elmondom, mert ez sokkal hosszabb lesz ennél az egésznél. A kategóriás fület nézzétek, mert nagyon praktikus, itt lehet nézegetni, hogy milyen egyes kategóriákban melyikek a top kriptók. Nekem ez alapján van összeállítva a portfólióm, 2%-ot már hozott egyetlen nap alatt pluszba a bitcoin ár mozgáson felül. Na de, haladjunk is. Azt mondja, hogy kezdjük a top 10 kriptóval, meg aztán szerintem DeFi, meg NFT-re is egy pillanatnyira, meg Polkadotra átugrok, majd na de nézzük. Top 10 kriptó első helyen a Bitcoin, jelenleg 57.450 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 4%-ot csökkent. Második helyen az Ethereum, jelenleg 1793 dolláros áron kapható,
Az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 3,5%-ot csökkent. A harmadik helyen a Binance Coin jelenleg 264 dolláros áron kapható. Az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 1,5%-ot csökkent. A negyedik helyen a Tether mindig egy dollár, ötödik helyen a Cardano, kicsit leesett az ADA, jelenleg 1,21 század, ahogy nézem, azt pumpálta meg igazán, mert újítás nem jött ki az elmúlt napokban. Egyetlen egy dolog jött, ami változás volt az ADA életébe, az az volt, hogy felkerült a Coinbase-re, és hogy felkerült a Coinbase-re, azt pumpálta meg így az árát. Gondolom, majd az OMI-t is meg fogja pumpálni, ha felkerül a SushiSwap-ra. Na de haladjunk is, az ADA jelenleg 1,21 század dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 12,5%-ot nőtt. Felkerült a Coinbase-re. Nézzük a hatodik helyen a Polkadot. Azt mondja, hogy jelenleg 37 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 6%-ot csökkent, azért elég sok. Az elmúlt egy hét alatt pedig 1%-ot nőtt. Hetedik helyen az XRP. Az XRP, jelenleg 0,1 dolláros áron kapható, és az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 13,5%-ot nőtt. Nyolcadik helyen a Uniswap-nak a tokenje, jelenleg 33 dolláros áron kapható. Az elmúlt 24 órában ugyan itt volt kb. Az ára, nem volt változás, az elmúlt egy hét alatt pedig közel 4%-ot nőtt. A kilencedik helyen a Litecoin, jelenleg 197 dolláros áron kapható. Az elmúlt 24 órában 3,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 9%-ot csökkent, nem nagy kedvencem a Litecoin. Azt mondja, hogy a tizedik helyen a Chainlink jelenleg olyan 30 dolláros, 29,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 2%-ot nőtt. 11. helyre feljött az új USDC, megelőzte a USD Coin a... Na jó, 11-től 20-ig is haladok, mert itt megint vannak, és akkor induljunk el ebbe az irányba. 11. helyen az USDC, ő mindig egy dollár, ő is. 12. helyen a Bitcoin Cash, jelenleg 527,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 7%-ot csökkent. Nagyon esik ki ezért is benne a portfóliumban, nekem se a Bitcoin, se a Litecoin. Nézzük, és 13. helyen a Teta. A Teta jelenleg 9,27 század dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 12,5%-ot nőtt, az elmúlt egy hét alatt pedig 25%-ot nőtt a Teta. 14. helyen a Stellar-tól az XLM, jelenleg 0,4 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 6,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 2%-ot nőtt. 15. helyen a Terrától a Luna, jelenleg 21,76 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot nőtt, az elmúlt egy hét alatt pedig 36%-ot nőtt a Luna. 16. helyen a Wrapped Bitcoin, WBTC, ő az egység Bitcoin kb. Vagy stabil Bitcoin, ő mindig Bitcoin áron van. Plusz 1% kb. Vagy 1%. 17. helyen a Dogecoin, jelenleg 0,057 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 4%-ot csökkent. 18. helyen a VeChain, jelenleg 0,091 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 38%-ot nőtt. 19. helyen a Crypto.com coinja a CRU, aktuálisan 0,22 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig közel 20%-ot, 19%-ot nőtt. Őt is majd egyszer érdemes lenne venni. Na, de a többi szinte minden van. 20. helyen a Filecoin, azt is vettem már, jelenleg 81 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 47%-ot nőtt. És akkor jó, egyelőre a top 20-ig mondom, minden, szinte minden, a 80% az benne van a portfóliómban, Satsper kb. És nézzük is tovább, mert mik vannak még a DeFi-nál is, megnézem, ott már nem fogom az árakat, csak a nagyokat. A DeFi-nál az első, DeFi-nál az első a Uniswap, második a Chainlink, harmadik a Terra Luna, mind a három benne van a portfóliómban, negyedik a Wrapped Bitcoin, ötödik pedig az AV. Nézzük is a DeFi decentralizált pénzügyek. Nézzük az NFT-ket. NFT-knél első a Teta, második a Chiliz, harmadik az Engine, negyedik a Mana, minden így benne van a portfóliumban. Ötödik a Flow, ő nincs, mert ő elég, ő, ahogy látjátok, nagyon lehúzó ágban van, őt lentebb hagytam, pedig az NBA-nek a kosaras kártyái meg ilyesmi, azok a Flow-n keresztül mennek, de a Flow maga az nem nagyon húz, ahogy nézem.
az utóbbi időben. És akkor a Polkadot láncán még itt utoljára bemutatom, hogy mi van. Polkadotnál pedig első helyen a Polkadot, második helyen a Chainlink, harmadik helyen a Kusama, mindegyik benne van a portfóliumban, negyedik helyen az OX, az ERX, ötödik helyen pedig a REN, ők nincsenek benne, viszont emellett benne van az Ocean Protocol, aki a nyolcadik a Polkadotnak a láncán, illetve az Anker, aki a kilencedik. Na jó, ezt most jó végigragoztam, ezt kell majd egyszer, nem is tudom, majd írkáltok vissza, bár most tegnap megint nem tudtam a portfólium készítése miatt kommenteket olvasgatni, reggeltől estig azt mondtam, hogy 6-8 órán át válogattam a coinokat, hogy melyikekbe hogy fektessek. Na de haladjunk, és erre leszek kíváncsi, hogy érdemes-e, itt felolvastam a top 10, top 20 kriptovalutát, és bemutatni a DeFi-t, NFT-t, meg a Polkadot Echo-t is például, bár kategóriákban még több van, vagy majd haladjak úgy, hogy a saját portfóliómon végigmegyek, hiszen itt úgyis benne van a top 10 kriptó, csak nem sorrendben mondjuk, bár mondjuk sorrendben pakolom be, annyi, hogy itt a végén van a Litecoin meg a Bitcoin Cash, mert portfólión kívül top 10 szüttyögősek. Ezek olyan szüttyögősek, hogy ezeket nem akarom, hogy húzzák lefelé a portfóliómat, inkább a durrantósabbak menjenek előrébb. A OneCoin ma, hú, atya úristen, lehet ez lesz majd a főcím, de inkább a 2% lesz a főcím szerintem. Na nézzük, vágjunk bele! Nézzük az árdiagramokat. Az Ethereum portfólió a közepén, 1750-es zónáján pattog éppen, annál lentebb azért nem tudták vinni. Jó kérdés, merre fog indulni? Hát amerre a Bitcoin valószínű, arra fog ő is majd haladni felfelé vagy lefelé, meglátjuk a következő napokban. Az Ethereum 20%-ot hoz márciusban. Hozhat márciusban. Nézzük a Binance Coin, a második helyen Binance Coin is pihenős, hatalmas kanócok fent lent, de a teste az kicsit minimális már napok óta, nem tudja merre induljon, Bitcoinnek a nagyobb mozdulására vár ő is, gondolom. Jelenleg hát valószínű, hogy meglátjuk majd, hogy megy a Bitcoin, de akár én arra tippelnék most, hogy ebből a háromszögből kéne kitörnie, illetve ha nagyon komoly lenne, akár visszajöhetne a narancssárga trend zónájába is, bár az azért elég kőkemény, mert 80%-ot hoz ebben a narancssárga trend zónában márciusban, most egy kicsit kiesett belőle. Nézzük is tovább, az ADA ő 45%-ot hozhat márciusban a narancssárga trendzónájában, kicsit az aljához közelebb van, de inkább hát a közepe felé van azért a trendzónának. Olyan nagyobb mintázat most nincs kialakulóban benne, ahogy nézem. Következő Polkadot, ő is 45%-ot hozhat márciusban. Egy kicsit kitáncolt egy minimálisan, ahogy a Bitcoinbe is beindult a short, a hosszú távú több hónapos trendzónájából, egy minimálisan, de innen szerintem a dot lesz annyira erős, hogy ő visszahúzza a narancssárga trendzónájába, és akkor tartja ezt a havi, vagy március hónapra számított 45%-os növekedést. Nézzük is tovább, az XLM, a decentralizált váltó, hát itt most jött ma egy sor, de tegnap egész szépen, tegnap kitört, de most meg visszaesett, visszahúzták a háromszögbe, Bitcoinnek is esett az ára, gondolom, kicsi van már végéig, hol a legvégéig úgy sem megy el, de legrosszabb esetben 25, mondjuk 4 napon belül ki kell törnie, csütörtökig, hét közepén már valószínű neki el kéne indulni komolyabban felfelé, vissza a narancssárga trendzónájába, én úgy látom. Most az alján van, most jó, igen, pirosba van, pirosba érdemes venni, mindig a pirosba, pirosat kell keresni, a burramnál, a bikaszinét, mert itt úgyis az egész trend, a legnagyobb több hónapos trendek így húznak felfelé, és hogyha van benne egy kis piros, egy lesortolnak valamit, akkor az valószínű, hogy érdemes elkapni, mert ha az egész trend húz fel, akkor az is vissza fog jönni úgyis. Na jó, lehet, mindegy, XLM, nem mondtam az árakat, az XLM mindegy, de amúgy meg az előzőben elmondtam, 0,4 dolláros áron kapható, 3,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, most már elkezdem mondani, az Ethereum 1,5%-ot csökkent, Binance Coin ugyanott maradt, ahol éjfélkor volt, az ADA 1,5%-ot nőtt, a DOT pedig ugyanott maradt, kb. 0,2, 1,4%-ot csökkent, annyit sem most már megy fel az ára. Mi a, megindult a Bitcoin? Ne, mindegy. A Teta 9, ja igen, most érünk a Tetához. A Tetában 100% plusz van márciusra, a bőven hozhatja itt a pluszokat. Jelenleg 9,3 dolláros áron kapható, és 12%-ot nőtt ma a Teta. Olyan friss, hogy még nem is lehet komoly mintázatot berajzolni neki, húz az égbe a Teta. Nézzük a Lunát, Luna második, ami húz az égbe. Itt nem plusz 100%-ot rajzoltam, ő volt az első, akinek kiszámoltam, de minek kár, és hát plusz 580%, plusz több 100%-ot hozhat a Luna is. Olyan zöldgyertyák vége, 1000 éve, fú, nagyon komolyan jön a Luna, azt mindenkinek ajánlom, mert ő is benne van, nem véletlenül a portfóliumban most már. Jelenleg 21,85 dolláros áron kapható, és 5%-ot jött a mai nap folyamán. Annak ellenére, hogy a Bitcoin meg másfelet esett.
nézzük is a Vícsét, hát amíg ebben a Lunának ez van, úgymond a rövid távú trendzónája, mert ez azért még nincs több hónapos, de nagyon ebbe az irányba húz, 580%, nagyon brutál. Nézzük is tovább vissza a napi gyertyára, és akkor a Vícsén. A Vícsén 40%-ot hát hozott eddig, amíg a narancssárga trendzónában volt, de ha elkezd a világos kékbe kitörni, és folytatja a világos kékbe a pályáját, akkor az nem 40 lesz, hanem inkább 80 meg 100%. Minimum 40%-ot hozhat még a Vicsén, akkor is, hogyha csak a narancssárga trendzónában marad, de mint látjuk, ez itt most kitört, most visszafelé, kicsit kisebb nézetben megnézem, ott jobban látszik, hogy hogy vannak a pattogások. Azt mondja, hogy ja, ez ouch, pillanat, júj, de na így van, jó van, meg vagyok. Kitört, visszapattant, próbál, de pattog, kitört, egy kicsit jobban megint pattog, meglátjuk, nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodik, de innen, hogy merre fog menni, kíváncsi leszek, de vissza, ami a lényeg, hogy nem bírták alá behúzni, nem bírták ide besortolni alá, úgyhogy úgy látszik, ez stabil pontnak tűnik a hosszú távú trendzónájának a teteje most a plafon fölött kalimpál, itt ahogy látjuk is a 4 órásban is az RSI is azért plafonon van. Ja, ezt is elfelejtettem, ezt is kéne mindenhol mondani, az RSI-t, azt is néz. Jó, hát itt meg nagyon plafonos az RSI. Hát a Vicsén az a baj, hogy húz fel, így is húz fel, benne van, hogy ki fog törni, hiába plafonos az RSI, hogy jó pár napig még tovább fog menni, a franc se tudja, meg kell nézni, de az RSI most kicsit, mint a túl lenne vásárolva, azt mutatják. A jelek jelenleg 0,091 ezred dolláros áron kapható, és 2,5%-ot nőtt ma a Vicsén. Nézzük a Filecoint, a Filecoinban egy kisebb mintázat van, itt gondoltam, hogy lemegy az aljáig, de nem nagyon akar, annyira a plafon közelébe húz, nem nagyon akar lentebb menni, bár mondjuk most $80 egész jó, az ára, de még akár ide lejöhet, legrosszabb esetben egyébként még bármikor kitörhet már még fentebb. A Filecoin jelenleg $80-ba, $81-ba kerül, és 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük tovább a Kusamát. Ja, így vannak a konyaim, hogy a top 10 az arannyal van jelölve, a top 20 az zölddel, a top 50 az lilával, és a top 100, vagy hát itt 100, akár van amelyik 110, de a top 100-ig, a körül, azok pedig kékkel. Na de elértünk a Kusamához, ő már 52-dik, vagy valahogy így van talán a ranglista, ja nem, a 37-dik, mert az 50-ig vannak, igen. Meg a Hedera, ők is valahogy 30-dik, 40-dik helyen környékén vannak. A Kusama, hát a Kusama is elkapta a plafonját, ugyanúgy, ahogy a Vicsén. A Kusama is itt pattog a plafonján már napok óta. Úgyhogy pedig neki is a Kusama 55%-ot hozhat márciusba, de ő is most még agresszívabban kitört az eddigi trendzónájából. Lehet, hogy hát ha ő még tovább tolja, és ő is plafonos, ő is plafonon van most jelenleg. Úgy tűnik, de attól függetlenül, hogy nem, itt kérdéses, hogy érdemes menni. Vagy meglódom még tovább, és akkor lemarad róla az ember, vagy kivárja, hogy majd short lesz, de ha meg nem lesz short, hogy itt majd jó áron lehet venni, akkor meg lehet, hogy kilő a francba, akkor meg lemarad róla az ember. Úgyhogy fene tudja. Ezekkel vigyázni kell, amik kilőttek már több hónapos trendzónájukból, de még mindig van bennük potenciál. A Kusama 55%-ot hozhat márciusban, $411 áron kapható jelenleg is, 5,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. A Hederának, Hedera Hashgraphnek a H-bárja 100% pluszt hozhat, ő is jó itt az alján, ahogy mondtam, hogy 0,3-nál annál nem tudják lentebb vinni. Már 0,337 ezred dolláros áron jár jelenleg a Hedera, a jövöget vissza felfelé. Hát itt nagyobb a hajó, mindegy, nagyobb mintázat még úgy nincs, őnek is kéne visszahaladni a trendzónát, hát ha visszamenne a narancssárga trendzónába, az 100% plusz egy hónapra, mai nap 7%-ot hozott pluszba. Nézzük a Vankoint, és mindig úgy, hogy a Bitcoin meg mínusz 1%-ban van, meg mínusz másfélben, ezek meg 10, meg 50%-ban. Hát a Vankoin olyat jött ma, hogy az valami embertelen, úgyhogy fú, nagyon örülök, még tegnap előtti kommentben is volt valaki kérdezte, hogy Vankoint hogy lehet venni, remélem sikerült venned neked is, mert a Vankoin az nagyon durvát jött. A Vankoin jelenleg 0,166 ezred dolláros áron kapott, és 46%-ot, 45%-ot jött a mai nap folyamán, nagyon komoly. Most persze van egy korrekció benne, mert így is már jövöget egy kicsit vissza, mert 46%, hát az irgalmatlanul sok. Az nagyon komoly. Nem 150, mint amikor a Chili's húzott egy nagyot, de hát 45% az brutálisan sok még így is. Úgyhogy úgy tör ki a OneCoin, hogy hihetetlen. Tök jó, hogy végre tegnap már én is tudtam venni, és a portfóliómban benne van a OneCoin is most már.
Ugye van olyan érdemes figyelni, ez plusz 100%-at hozhat márciusban, hát most már aki tegnap vett, annak már 50% megvan a plusz 100%-ból egyetlen nap alatt. Na jó, nézzük is tovább, az ikon kitört, visszajött, most megint pattant egyet alul, most megint jön ki, de most már remélem, hogy stabilabban ki fog törni az ikon. Jelenleg 1,96 század dolláros áron kapható. Itt már tényleg már nem sok van hátra, már még esetleg vissza, legrosszabb esetben megint visszakalandozik egy kicsit, és majd innen tör ki, de hát ő is hét közepétől már kell húzni a felfelé az ikonnak. 2,5%-ot jött ma, nőtt ma a mai nap folyamán. Nézzük tovább a tokeneket. Uniswapnak a tokenje, hát ő igen, itt a trend zónájának a közepe felé mocorog. Nagyobb mozgást is, 40%-ot hozhat márciusban. Token cserélő applikáció 2%-ot nőtt a mai nap folyamán. Chainlinknek a tokenje, alján, nagyon alján van a trend zónájának az alja, hát itt érdemes valószínű venni. 25%-ot hozhat márciusban, és 29,75, hát 30 dolláros áron kapható jelenleg Jasper KB, és hát egy 0,25%-ot nőtt a mai nap folyamán. Hát még az is több, mint a Bitcoinnak a mínusz 1%-a. Na de nézzük is tovább, a BTT a BitTorrent. BitTorrent húzza, napi gyertyákba húzza már 3 napja a 44%-ot, 22%-ot, 17%-ot, nagyon jön fel a BitTorrent tokenje. Eszméletlenül mindenkinek ajánlom a BitTorrent tokent, júj, de szép nagy zöld gyertya ma. A BitTorrent tokenje jelenleg 0,0034 tízezred dolláros áron kapható, nagyon minimális, hát ha 1 dollárra feltolják, már az lesz benne egy 300-szoros szorzó, várjunk már, de nem 300%, hanem 30 ezer, nem tudom, nagyon sok, jó, olyan rengeteg potenciál van a BitTorrent tokenjében, és az első lépcsője volt meg, az első háromszöge, most megy még tovább fel. Úgyhogy én nagyon ajánlom mindenkinek a BitTorrent tokenjét, a fájl tárolás, fájl megosztás, decentralizált fájl elosztás, minden egyéb, ezer éve ezeken dolgoznak a torrent oldalak, és akkor most ez már jön be még jobban a piacra. Jelenleg mai nap folyamán a BitTorrentnek a tokenje 17%-ot húzott. Ja, itt sincs semmi, de hát olyan lazán bemásolhatok egy plusz 100%-ot neki, ahogy illik. Azt mondja, hogy pillanat, na, miért nem szereti ez néha az eszket? Jó, ja, mert hogy ott van azt mondja, hogy BitTorrentnek a tokenje, pakoljunk is ide is szépen egy plusz 100% csillagot, mert kihú, akármeddig felmehet, na, nagyon elemébe van most a BitTorrent token, és nagyon minimális az ára. Haladjunk is tovább a Matic. Matic jelenleg, ha kitört itt a trendzónájából, amikor még annó én vettem, itt nem tudom, 10-én, 10 nappal ezelőtt, viszont most igen, megnőtt az ára, most egy kicsit korrigál, ahogy nézegetem, hát egy kicsit megnézem közelebbről is, 80%-ot hozhat a Matic márciusban egyébként, és igen, az a lényeg, hogy pattan trendzónájának tetejéről pattan most fel, mintha kezdene, lehet, hogy ebből lesz itt egy háromszög, és akkor beszűkül, hát, vagy itt is, nem. Hát jó kérdés, ezt nem tudom konkrétan, de valahol itt van egy szűkülő rész benne, ahogy nézegetem, itt lassan neki is törni kéne. Valószínűbbnek tartom, hogy felfelé fog inkább menni, mint hogy visszatörne a régi... Júj! Hát ha visszatörik, akkor is 80%-ot, hát még ha visszatörne, akkor is 80%-ot hozna egy hónapba, akkor most mennyit hoz, hogy fölötte megy? Nem semmi. Na jó, nézzük is tovább, azt mondja, hogy a BAT token, a BAT token, hát igen, felkerült a Grayscale-re, ezt is, őt is meghúzta a Grayscale, ahogy az adát is, de utána lett is benne egy korrekció, itt leszökött az ár, de most kezd kicsit visszajönni, ahogy nézegetem, és aha, valószínű, itt lehet neki, igen, még egy pillanat, be is rajzolom, egy komolyabb alja. Azt mondja, hogy most már van új gyertya a frissbe is, és az előzők támasztják a tetejét, ez meg a most meg fentről ráért újra, úgyhogy ezt is egy kicsit tovább is húzom, mert itt lehet valószínű, hogy igen, itt fog majd komolyabban kitörni.
Úgy néz ki, hogy az alja, hát ez már egész valószínű, hát még itt is van egy dollár, na mindegy, jelenleg így áll a BAT token, és ő 40%-ot hozott márciusban, még a narancssárga trendzónában mozgott, de most kitört belőle, most még akár annál többet is hozhat. A BAT token jelenleg 125 ezred dolláros áron kapható, és 3,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. A holó token, ő azt mondja, ő is fájltárolás, adattárolás, decentralizáltan, decentralizált számítógépek rendszerre épül, és kicsit kijött a trendzónájából, de már kanyarodik is vissza a kis aranyos, ahogy nézegetem. Úgyhogy, hát remélem, hogy itt nem fog megakadni, és akkor utána vissza le, hanem szépen vissza tud mászni a saját trendzónájába. Ebben a narancssárga trendzónában ő 100%-ot pluszt hoz márciusban. Ő is olyan friss, olyan gyorsan nemrég lendült be, hogy ő lazán ezért 100% pluszos coin. Jelenleg 0,008 ezred dolláros áron kapható, és 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük az Ocean-t, az Ocean-nél sincs pillanat. Hát az Ocean-t azt sajna még nem rajzoltam be. Ajaj, de Ocean-t azt, tehát én úgy vagyok vele, hogy érdemes veszegetni. Mesterséges intelligencia, AI arra épül, talán a graf, a Binance-nek a gráfja van előre, de az meg most húz lefelé, úgyhogy inkább Ocean-be tettem. Ocean tettem a portfóliumba, mesterséges intelligencia, jelenleg 1,53 század dollár áron kapható, és 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük a következőt, az Anker, az Anker be van rajzolva, az Anker is 100% pluszos, ki is tört a több hónapos trendzónájából is, és már itt pattog már az új mintázatából is kitört, jelenleg 0,0, bár tegnap azért volt magasabban, onnan jött vissza, de 0,0, 77 dolláros, 77 ezred dolláros áron kapható, és 9,5-10%-ot nőtt a mai nap folyamán az Anker. Nézzük is, tovább mindjárt a végén vagyunk a portfólióból az NFT-k. Az első helyen a Chili's. A Chili's visszajött a 0,5-0,6 dolláros ár közé. Ő is 100%-ot hozhat bőven márciusban, annyira friss coin. Lassan, ahogy nézegetem, itt már nagy háromszögből, igen, itt a végéig még elérhet, de lassan ki kell neki is törnie, és már mondogatom, egy ideje egy kicsit már elkezdett meglódulni, de csak visszapattan, de hosszú távon már tényleg el kéne indulnia felfelé a Chili's-nek. Már majdnem az 1 dollárt elérte egy, mikor volt az, egy héttel ezelőtt, vagy valahogy így 12-én, 9 nappal ezelőtt már majdnem elérte az 1 dollárt, jelenleg 0,567 ezred dolláros áron kapható, és 4%-ot nőtt a Chili's is a mai nap folyamán. Nézzük az Engine Coin-t, Engine Coin, ő is 100% plusz hozhat még a hónapban, ő is itt van, mindjárt ki fog törni felfelé, nagyon úgy néz ki. Jelenleg 2,33 dolláros áron kapható, és 6%-ot nőtt ma az Engine. Menjünk is tovább, nézzük a Manát, Mana is plusz 100%-ot hozhat a hónapba, ő már kitörte, appá, elkezdett kitörni a háromszögéből, és halad visszafelé a narancssárga trend zónája felé, nem ártana, hogyha megérkezne benne, aztán stabilan meg is állna, ő is 100%-ot hozhat, jelenleg 0,98 század dolláros áron kapható, és 9%-ot nőtt ma a Mana. Nézzük a Dogecoint, itt már a portfólióban a hazárdos coinok jönnek, 3 hazárdos coin, az omit még be is tudtam tenni, de a Dogecoin, aha, nagyon kitörés határon van a Dogecoin is, ő is megindulhat itt komolyabban, majd felfelé, jelenleg 0,057 ezred dolláros áron kapható, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán azért a Dogecoin, illetve a másik, hogy nem tör ki, mert most már jön is vissza, hanem lejön ide, és akkor majd valamikor később fog megindulni. Dogival vigyázni kell, 12 ember kezében van az összes Dogecoinnak a fele. Nagyon tudják bemanipulálni a piacot, hogyha akarják. A Rendercoin, ugyebár számítógépes, a 3D animációkat ezzel készítik. Rendercoin, a renderelés jelenleg 0,72 század dolláros áron kapható, 4,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. De azért is mondom, hogy ezek hazárdosok, ezekkel vigyázni kell, de én megtartom, illetve tudjuk, hogy a Rendercoin alatt azért van anyag, csak nem mutatja még a diagram, mert ahogy itt felkerült, már addig neki volt azért előélete itt is, és akkor ezért utána került fel. Ide most csak a tetejét látjuk, a Rendercoinnak van benne egy korrekció,
Hopp, ez kb. Lehet, hogy most gyorsba, itt be is húzom. Itt, ahogy nézem, 0.65-nél annál lentebb nem nagyon tudták vinni. Úgyhogy a render coinnak valószínű itt lehet az alja, és akkor mindjárt lesz egy háromszög is kialakulóban, ahogy nézegetem. Egy pillanat, ha már itt vagyok, meg eszembe jutott, akkor erre gyorsan csinálok egy, nem is így, hanem kicsit még lentebb, és akkor igen, minél több gyertyával érintkezzen. Jó, legyen például így a render coin valószínű. Én bízok benne, remélem, hogy ki fog törni, nekem az ő egyik kis fekete lovam. Na és akkor még az Omicoin, nézzük meg az Omicoin, hogy halad jelenleg. 0,0105 tízezred dolláros áron kapható, és akkor azt mondja, hogy Uniswapon három napon és egy órán belül kiadják Uniswapon is, az valószínű meg fogja tolni igen komolyan az árát felfelé, legalábbis ebben bízok. Úgyhogy várjuk ki ezt a három napot az Omicoinnal, aki még nem vett volna, és akar egy kicsit idézőjelben kockáztatni, de magas megtérülés lehetőséggel az Omicoint a BitMEX-en vagy a Forex-en, a BitMEX-en váltóra érdemes regisztrálni, hogy ott tud venni bárki Omicoint, még mielőtt a Uniswapon kiadják, elérhető lesz és meghúzza az árát szerintem. És akkor a legvégére még azért nézzünk egy Bitcoin Cash-t is, a jaj, hát már az alját se bírja tartani. Portfólium kívüli top 10 szütyögősek. Ez a kettő, ez olyan szütyögős, hogy én ezekben nem tartok, hát mindegy, ezekben nem igazán fektettem komolyabban, vagy egyáltalán nincsenek benne a portfóliumban. Nagyon az alját húzza még a több hónapos trendzónája, a trendvonala alsó vonalán is kifelé kacsingat most a Bitcoin Cash. Jelenleg 527 dolláros áron kapható, és másfél százalékot csökkent a mai nap folyamán, ő is csak egy 20%-ot hozhat, amúgy úgy haladnak kávé, mint a Bitcoin meg az Ethereum ezekkel a 20%-okkal, nem hoznak olyan sokat, ha mondta. Illetve a Litecoin, a szintén 20%-os sztori, ő is a több hónapos trendzónájának, trendvonalának az alján van, még a kis tört a háromszögből, itt mocorog az alján, már megint nem ér 200 dollárt se, 197 dollárt ér a Litecoin, és másfél százalékot ő is csökkent ma. Hú, kíváncsi leszek, ezt most visszanézem, most tényleg lehetett, vagy 20 perces szerintem az altokról, de mi mindent elmondtam szépen részletesen végig. És akkor haladjunk is tovább a hírek felé. Azt mondja, hogy Ecomit néztem, igen, mutattam, jó, egy kis bányászás, egy fél perc, S19-es, 110 terahashes, ASIC nagygép Bitcoin bányászásra jelenleg 38 dollár profitot termel, és egy 3080-as Nvidia videókártya Ethereum bányászásra jelenleg, megcsapant, 7,5 dollár profitot termel napi szinten magyar áramárak mellett. És akkor elértünk a hírekig. Jaj, az első kezdem ezzel, olyan nagy hírek nem voltak még, illetve úgy látszik, a hétvégére mindig a negatív hírek jönnek. Úgyhogy egy kicsi nem kell félni tőle, holnap már jönnek pozitívak, és visszatér a piac, visszatér a hagyományos tőzsde, meg hétköznap lesz, meg minden hétvégén, vasárnap már múltkor is volt, írtam vasárnap, hogy ennyi rossz hír még soha nem jött, de hát ezek ilyenektől nem kell nagyon megijedni, vasárnap úgy látszik, akkor szeretik a negatív híreket adogatni, de egyik se olyan egetrengető. Ebben viszont érdekes volt, mert két napja ugyebár mondtam, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, nagyon figyelni kell, és olyan szép kis történet van benne, hogy úgy nagyon jó, én is kb. Majdnem magamra ismerek, csak az utolsó pillanatban megálltam, és nem basztam el az összes bitcoinomat, nem dőltem be a csalásnak. Na de itt egy német emberünk, ő mondja, hogy dőlt be a csalásnak, ugyanez az ajándékozásos csalásnak dőlt be, 600 ezer dollárt vesztett el. A német ember megosztotta a történetét, Elon Muskos csalásba, Elon Musknak a nevét tették fel, hogy Elon Musk ajándékot bitcoint, és akkor nem is mondom magamtól a véleményem, minden le van írva benne, csak felolvasom, nagyon érdekes. 10 bitcoint vesztett el a csalás, ami kb. 600 ezer dollárt ér a jelenlegi árakon, és azt mondja, hogy egyszerűen eldobtam azt, ami megváltoztathatta volna az egész családomnak az életét, a korai nyugdíjalapomat és az elkövetkezendő nyaralásokat a gyerekeim számára. Úgy belement a csalásba, elbukta a pénzét. Egyik este, ez a lényeg, hogy egyik este, mert nekem is, mert főleg amikor még nem volt sípolós vonal, meg ezerrel a tőzsdét nyomtam, és napokon keresztül fenn voltam, kb. 9 percenként emlékeztetett a iPhone, koncentrációs tábort csináltam magamnak, hogy 9 percenként néztem, mert nem voltam is sípolja, hogy lement a vonal, vagy nem ment le a vonal, egy jót nem bírtam aludni napokon keresztül. Ilyenek után, mikor hullafáradt az ember, meg ki van, és akkor bepróbálják megtalálni ilyen csalásokkal, nagyon durván fáradtan, nem szabad ilyen döntéseket hozni,
Mert nagyon be lehet nézni, mocskosul be lehet nézni. Ne hajnal kettőkor higgyétek azt, hogy meg fogjátok váltani a világot, hú de jó dolgot találtatok. Aludjatok rá egyet, és majd holnap frissen felébredve, kipihenve, nézzétek meg, gondoljátok át újra teljesen, jobban jár az agya az embernek, és sokkal jobban át tudja látni, hogy mi a helyzet, mint hullafáradt néfélkor beleugrani a szarba. Nem szabad. És akkor egyik este, miután a felesége már elment aludni, Sebastian kapott egy Twitter üzenetet, amiben Elon Musk azt twittelte, hogy Dojo for Doggy, nem tudta, hogy mit jelent, elkezdett utána keresgélni, és a komment és a link is egy hamis Elon Muskos Twitter fiókból, köszi szépen a fiókot, mondta valaki, el is tettem a fejembe az accountot, megvan a kép, hogy most egy barna fiókos íróasztalra gondolok, amik régen voltak, és akkor az accountról eszembe jut, hogy fiók. Itt nincs is olyan bútor a szobámban, a nappalimban, aminek fiókja lenne már kb. Úgyhogy igen, a hamis Elon Musk Twitter fiókon tették ki ezt az üzenetet, és Sebastian ekkor ezt még nem vette észre. A Bitcoin ajándékozásos csalás, úgy tűnt, hogy Tesla, Elon Musk-nak a Tesla csapata vezeti az egészet, meghívják az embereket, hogy 0-1-től 20 bitcoinig, ez szokott a standard lenni, 0-1-től 20 bitcoinig, küldjenek bitcoint, és ők majd a dupláját visszaküldik. Olyan rendes most Elon Musk meg a Tesla, hogy ők majd küldjél nekik kriptót, majd ők a dupláját visszaküldik. És még egy időzítő is volt, ami számolt visszafelé. Ez a legnagyobb szemétség. Talán én is. Hú, volt egy este, igen, volt egy este, egy pár hónapja, amikor elkezdtem összeutalgatni innen is, onnan is, hogy jó, akkor összeszem egy számlára, és beutalom, elutalom ezeknek, hogy jaj, de jó, majd kétszer annyi kriptóm lesz. Mert akkor a Binance-el jöttek, hoppá, a Binance-el jöttek, hogy a Binance most olyan jó kedve van a Binance-nek, hogy duplán visszaadja, ha utalunk a Binance-nek egy bitcoint, akkor visszaad kettőt. Jó, én nem mondom, de jó. Aztán utána rájöttem, hullafáradtam a hajnalba, hogy nézem már meg azt a rohadt Binance-t, megnéztem a Binance-t, és semmi hír nem volt rajta a címlapon, hogy ők ajándékoznak, tehát ez is ér, és akkor rögtön, hú, bazd meg még, jó, hogy nem hagytam magam átverni, és akkor gyorsan mindent visszaállásra utaltam, hú, mondom, még szerencse, hogy hullafáradtan nem mentem bele egy ilyenbe. De emberünk, ő belement ez a Sebastian, ő belefutott, még a számlálóval is szivatnak, mert jaj, gyorsan, gyorsan, majd most akkor jó, hogy gyorsan átutalom, nehogy lemaradjak az átverésről, csak nem azt hiszi akkor az ember róla. És kétszer megnézte a logót is a Elon Musk neve mellett, és minden teljesen jónak, legálisnak, hihetőnek tűnt, már csak azon gondolkodott, hogy 5 vagy 10 bitcoint küldjön, hogy majd a dupláját visszakapja. És úgy döntött végül, hogy a maximumot, mind a 10 bitcoint elküldi, mert ez teljesen valóságosnak tűnik ez a csalás, ez a hír. Elküldte mind a 10 bitcoinját. Az elkövetkezendő 20 percben várta, hogy a számláló pik-pik-pik lepörögjön, és fél percenként frissítgette a képernyőjét, és izgatottan várta, hogy majd oly, mikor fogja visszakapni a 20 bitcoint a Teslától, ha már ő 10-et elküldött. És ahogy a számláló tik-tik-tik lepittyeget a végéig, teljesen nullára, akkor jött rá, hogy egy hatalmas átverés az egész. A kanapé párnáiba verdeste a fejét, és dobogott a szíve, mint az állat. Akkor jött rá, hogy eldobta, ami megváltoztathatta volna az egész családjának az életét, korai nyugdíjba mehetett volna, és behetett volna vakációra meg nyaralgatni a gyerekekkel, azt mindent eldobott ennek a hülye csalásnak, bedőlt. Felment az emeletre, az ágy szélére ült, és elmondta a feleségének, felébresztette, és elmondta egy hatalmas hibát, egy óriási hibát követett el. Egész este nem aludt, órákat töltött azzal, hogy e-maileket küldözgetett a csaló weboldalnak, és a csaló Twitter fióknak, hogy valamennyit a bitcoinjából visszakaphasson, de végül úgy eltűnt a szél, örökre eltűnt az a 10 bitcoin, amit átküldött ezeknek a csalóknak, úgyhogy nem szabad senkinek. Még ha Elon Musk mondja, akkor se, ha Orbán Viktor mondja, akkor se, ha Binance meg a Coinbase mondja, akkor se szabad, mert ezek mind csalások. A kutatások azt mondják, hogy rekordokat döntögetnek a csalások 2021-ben, már is 18 millió, az első három hónapban, az első negyed évben 18 millió dollárt húztak be az emberektől csalásokkal, kriptotéren, tavaly az egész évben, egész 2020-ban volt 16 millió, és már három hónap alatt 18 milliót behúztak. Nagyon vigyázni kell. Sebastian figyelmeztet másokat is,
hogy ne essenek ugyanabba a hibába, ne dőljenek be ilyen csalásoknak, aminek ő bedőlt, hangsúlyozva azt, hogy általában ő nem a legnagyobb idióta a világon, nem a világ legnagyobb hülyé általában, mert ő informatikus, meg programozó, meg minden, tehát ezért meg egyetemre járt, meg képben van, csak bedőlt ennek a fasságnak mégis. És ami a lényeg, ő mondja a saját szavaival, hogy kabzsi voltam azon az estén, és ez elvakított. Ne vakítson el a kabzsiság titeket, nem szabad. Illetve a kabzsisága, jó, ebben most bele is borzongtam, de a másik, amit rohadtul nem szabad. Hogy jaj, ha tavaly márciusban vettem volna bitcoint. Jaj, ha most mondhatjuk, hogy ha tegnap vettem volna OneCoint, a Harmonytól OneCoint. Jaj, ha jaj, ha jaj, ha jaj, ha akkor most ennyit. Nincs ilyen, mi lett volna, ha nincs ilyen, mi lett volna, ha mert idegrohamot fogtok kapni. Minden másodpercben több száz százalékos hozamokról marad le az ember. Nem lehet mindent megnyerni. Egy utat ki kell választani, egy portfóliót kell csinálni, és akkor azokban, ami megbízik abban a 10-20 kriptóban az ember stabilan, azt tartsa, és akkor nem kell utána azt mondania, hogy jaj, jaj, ha tudtam volna erről, mert akkor már benne van a pénze, és szépen nő. Nem lehet, nem szabad a múltba, nem szabad visszanézni, mert ideg bajt fogtok kapni, hogy mennyi pénzről maradtatok már le. Nem ezzel kell foglalkozni, a jövővel kell foglalkozni. Most kell megalapozni, és olyan portfóliót kell választani, ajánlom az enyémet, ami hát 2%-ot húzott, mindjárt megnézem még gyorsan pillanat, ezt most már csak azért is. Pök, frissüljél, remélem nem lentebb fog meg. Fentebben 3%-ot, már 3%-ot húzott. Azt a büdös, a bitcoin árához képest a portfólium egyetlen nap alatt. Ajánlom mindenkinek. Ne azon sírjon a szája senkinek, hogy jaj, menj, hamar, hogyha egy hónapja, meg egy évvel ezelőtt tudtam volna erről, most, itt az alkalom, most, vegyétek azokat a coinokat, mindig be 1%-ot, 80, 20-ban 80, bitcoin 20%-ot, meg szórjátok szét egységesen 1%-ot, az per kb. Azok közt a coinok közt, ami a portfóliumban van. És akkor nőni fog nagyon komolyan. Én ezt nagyon úgy, persze... Nem mondom, hogy hivatalosan jóvá hagyott meg, hát azért bankok nem tudnak annyit szerintem most kb. Az egész kriptopiacról, mint én, de nem én vagyok a legokosabb, mert hülyeség is lenne azt állítani, az 1%-át, ha ismerem az egésznek, senki nem ismerheti az egész kriptopiacot. Hát 8500 coin van, 8900, 9000 kriptovaluta van. Aki azt mondja, hogy ismeri mind a 9000-et, az akkorát hazudik, mint az állat. Ismerni kell belőle, ha már 50-et ismer valaki, az már igencsak jó, én már vagy 20-at úgy kb. Ismerek. Úgyhogy na mindegy, haladjunk is tovább, nem szabad azon aggódni, ne lőjetek be csalásoknak, és senkit ne öljön meg az ideg azért, hogy jaj, miről maradtam le, azt nézze, hogy mit érhetek még el, mit nyerhetek még vele, nem az, hogy miről maradtam le. Nem szabad, mert idegbetegek lesztek, mindenről lemaradt, rengeteg mindenről lemaradt mindenki, én is rengeteg mindenről lemaradtam. Na, ezzel nem szabad idegeskedni. Itt a portfólium szépen zölden itt húzza a dolgokat, mindenki kb. Szerintem én arra ajánlom, semmi nem garancia, de ajánlom. A OneCoin már 50%-ot húzott, 50% itt van 50%. Miközben a Bitcoin 1%-ot esett, kb. Nehéz olyat találni, itt van egy coin, kettő van a 26-ból, mert 3, 4, 5, 6, meg át, azért szütyögősek nincsenek is benne. 4 coin van a 26-ból talán, ami ott kicsit kevesebbet ér a bitcoinnál, a 20-22 többi coin az többet húzott, mint a bitcoin. Fú, nagyon jó, tökre örülök magamnak. Na jó, haladjunk is tovább. Akkor igen, ezt túlragoztam ezt a hírt, nézzük, de olyan nagy hírek már nincsenek. A Tájföldi Központi Bank kijelentette, hogy a tájföldi bat, a batnak hívják Tájföldnek a valutáját is, és akkor amit csináltak, digitális batot, azt ő betiltotta, mert hogy erre csak a központi kormánynak lehet ráhatása, kezdenek már félegetni tőle, tehát persze, hogy át fogják venni a kriptovaluták, a digitális dollár, meg a digitális forint lesz, meg ilyesmi, nem a hagyományos papírforint. Az a kérdés, hogy az állam lesz mögötte, vagy decentralizált cégek, vagy mi, vagy hogy. Na, de nézzük is ezt a Tájföldi hírt. Tájföld bankja, a központi bank szerdán azt mondta egy hírben, hogy a Tájbat Digital, THT, a digitális érméjük, amit csinált valamelyik cég, az illegális. Azt mondja, hogy igen, a figyelmükbe került a Bank of Thailandnek, Tájföld bankjának, hogy egy új stabil kriptót hoztak létre, a THT-t,
A Terra platformján itt van a Terrának is a neve, úgyhogy a Terra is nagyon szép. A Terra az úgy húz fel, úgy húz felfelé, ő is 12,5%-ot nőtt ma, ja, ez a teta, bocsánat, bekevertem. A Luna Terrának a Lunája, hát ő csak 5,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, 22 dollár sáron kapható jelenleg. 580%-ot jöhet márciusba, hogyha végig húzza ezt a vonalát. Úgyhogy itt van, és még a hírbe is felmerül megint a Terrának a neve, hogy a Terra az meg egységkriptókat fog csinálni. A USA dollárt, UST-t már megcsinálta, az az alapja nekik. De úgy látszik, gondolom terjeszkednek, és lehet, hogy világszinten az összes hagyományos valutának létre akarják hozni a digitális verzióját. Na szóval ezt megcsinálta a Terra. És akkor mindig annyit ér, mint a kormány, a táj kormánynak a bat pénze. Folyamatosan egy bat, ez a THT is annyit ér a Terrától. És akkor elkezdenek félni tőle, igen, mert a bankosok, mert azt mondják, hogy törést okozhat a tájföldi valuta rendszerben, hogyha a THT és más hasonló stabil kriptók, stabil érmék elkezdik felváltani, helyettesíteni, vagy versenyezni a hagyományos kormány által kiadott battal, kormány által kiadott papírpénzzel. Hát épp ez a lényege, hogy nem a kormány fogja kiadni meg manipulálni, hanem bent lesznek a közösbe a pénzek. És akkor ez végső soron hatással lehet az alapvető a köznép magabiztos a nemzetközi valuta rendszer, a köznép nemzetközi valuta rendszerbe vetett hitére hatással lehet, persze, hogy nem fogják olyan stabilnak érezni az emberek a papír batot, papír tájföldi pénzt, mint a telefonon, ott lesz a digitális tájföldi pénz, és akkor minek váltogatnák majd a papír darabot, amikor a digitálissal is vehetnek majd mindent. Ami a sarokköve minden gazdasági aktivitásnak, hogy a központi bank, a tájföldi központi bank adhat csak ki tájbatot. Úgyhogy kezdenek félegetni tőle, hogy le fogják váltani. De hát erről beszélünk hónapok óta, egy fél éve erről beszélünk, hogy az egész bitcoin, meg a kriptovaluták, meg a rendszer, az le fogja váltani a hagyományos pénzügyi kereskedelmi megoldásokat. És éppen ezért minden THT, minden egységbat, amit kriptóba találtak ki, az illegális, ezekkel nem szabad semmit, illegális, betiltották az egészet, nem szabad létrehozni se ilyeneket. Úgyhogy ez a lényeg, és itt van, hogy melyik törvénybe, számmal minden, nem, hogy melyikbe nyilvános, vagy ezért rögzítették ezt. A központi bank... Igen, a központi banknál ezzel szemben azért, hogyha bejelentik ezeket a stabil érméket, stabil kriptókat, akkor amik mögött valuta fedezet van, vagy más vagyontárgy fedezet van, vagy algoritmikus stabil coinok, akkor azok nem lesznek illegálisak, azokkal lehet majd kereskedni, hát gondolom, de ez, hogy a többi ország pénzén az hagy legyen, csak USA dollár, nem érdekli őket, hogyha az digitális lesz a tájföldön, csak a tájföldi pénz az ne legyen már digitális kormánytól független, mert akkor tudják, hogy azból hülyén fognak kijönni. És a végén... Igen, hogy jóváhagyás kell a központi banktól, tehát ők csak akkor akarják ezt hagyni, hogy a saját nemzeti valutájuk ...nak digitális egység kriptója legyen, vagy egységérméje, hogyha azt lepaktálnak, megegyeznek a központi bankkal ebben. És nézzük is tovább az NFT-knél. NFT kritikusok, szkeptikusok, összedőhet, mint egy kártyavár. Egy 10 éven belül össze fog dőlni, össze fog omlani. Nézzük is, hogy mik vannak, mert nem alaptalanok egyáltalán ezeket, amiket itt írnak az NFT-kről. A NFT-k hatalmas magasságban vannak, a Google Trends-en már 100-on vannak, hát oké, tudjuk, hogy magához képest 100-on van az NFT, mert 2017-ben még kb. Sehol nem volt, 1% alatt volt, és akkor ez az 5, ahol most van, az 1-hez képest az 100% persze, de azért ahhoz képest, hogy a Bitcoinra meg a kripto kifejezésre hányan keresnek, azért még el vannak maradva az NFT-k, persze saját magához képest az NFT a 100%-on van, mert sose érdeklődtek utána még ennyien. És akkor van egy kis idő, az NTF, ahogy nyomják, ahogy hype-olják, és a kritikusok közt, hogy mi, hol vannak a határvonalak, mikor már tényleg az már a világ legjobb marhasága, hogy már fingokból is csináltak NFT-t, viszont a másik, hogy igen, tánc mozdulatokból, levédett tánc mozdulatokból is
Itt van egy NFT, de hát ez most ez a kép, vagy ez a gif, vagy nem is tudom. De ha meg már táncmozdulatok, akkor én most 3 percig kb. Ilyen kis fél perces, vagy lehet, hogy 5 perc lesz, mert alul mondom, úgyhogy erre készüljön előre, aki egyáltalán nem kíváncsi, mit kezdhet a testével, hogy lehet alkotni, hogy tanítani másokat, aznak nem kell ezt nézni, de most 3-5 percig akkor tényleg fogok táncmozdulatokat mutatni, de nem ilyeneket, hanem tényleg komolyakat. Úgyhogy nézzük is, mert ezt én imádom, imádom, itt van a tánctükör a szobámba a oldal, de megvettem már vagy 2 éve, de 2 órát, ha tanultam benne lábtechnikát, azért már lábtechnikának kell, mert a kezét azt tudja nézni az ember, de lábtechnikát azt nem lehet belső nézetből, ahhoz kell egy tükör. És akkor mutatok is, hogy mik vannak, amiket én nézegettem. Júj, hát első körben remélem nem nagyon fogja tiltogatni őket, majd inkább itt be is hagyom kicsiben, nem teszem ki teljes képernyőbe. De hú, kisebb részletek. Ha meg tiltja, akkor majd 2 részletben szétvágom a videót, felteszem a klippek előtt itt, meg utána a klippek utáni részt. De egy pár táncmozdulatot mindenképp, mert imádom a létvinzt, az ikreket, főleg imádom, világbajnokok már több év óta. Nagyon brutális 2 fiú, iker, pár franciák. Nagyon komolyak, egyikük most eljött itt, nem is tudom, hogy ez Franciaország, vagy USA, vagy hol van, de nyomják itt mondjuk a pandára, a kicsikkel. A kicsiket még nagyon imádom, hogy a kicsik mennyire, hogy szeretnek táncolni, és mennyire jól tudják csinálni. Hopp, nem nagyba, pont ezt mondtam, hogy nem nagyba, mert akkor lehet, hogy tiltja. És hogy örülnek, és semmi, és csak tánc, meg semmi nincs. Nem a lóvé, meg ilyenek, az alkotás, én azért imádom a táncot. Az alkotás a lényege, hogy mit tud az ember kezdeni a testével, hát az egy művészet, az nagyon komoly. Nem a pénznek mi értelme van, az egy papírdarab. Egy 8 éves táncoló gyerek többet ér egy milliárdosnál, aki semmit nem tud, és tudja is, hogy semmit nem tud, azért gyűjti a pénzt, mert semmit nem tud az életében, semmit nem tud kezdeni a testével a fizikai világba, csak a pénzt tudja hajhászni. Nézzük a másik kedvencem, Lady Twins Londonba, Beyoncé turnén Londonba kimentek, hát az a agypaszt kapok, ahogy a ember eszi itt a hamburgert a jobb szélen, lesz szarja az egészet, kávét nevetgél. A világ legjobb táncosai nyomják előtte, azt az meg majd szólja a hamburgerét, vagy mi a jó istent. Létvinz, nézzük tovább, ilyen csak is 10 másodperc, jó, hát ez csak 5 másodpercet, ezt vissza is fogom tekerni, mert valószínűleg nem fogja tudni senki felfogni, majd mindjárt mutatom. Az a lábtechnika, ezt kezdtem el tanulni egy fél éve, mielőtt még nem volt bitcoin, meg ilyenek, ráhalóztam egy órára, de hú, hát 40%-át töredezetten tudom, akkor sokat mondok, nagyon kemény azért éneket megtanulni. Azt a lábtechnikát, fú. Na még harmadszor. Hoppári, hát aki ezt megcsinálja, azt mondom, hogy respect. És akkor még a végére, 2-3 kis gyorsabbat. Jaj, Trisha Miranda, ők is nagyon jó volt, amikor kijöttek ezzel a Beach Body Hive-val is. Videóban is. Like, rock, rock, rock. Louis 13 and it's all on me, nigga, you just bought a shot.
Egy kicsit beletekerek, mert meg a kicsiket akarom még, annyira jók a kicsik, hogy valami hihetetlen. 8 évesek, vagy mennyik? Hát nagyon, de a hátsók még talán lehet, hogy talán 10 évesek is vannak, de az első kis csaj, vagy 8 éves, és hogy nyomja? Nagyon komolyak, új, és nekem is jönnek fel az emlékek, mert még 15 éve jártam táncolni, bár nem sokat, én mindig magamtól nyomtam, már 16 évesen mondták, én nyomom a legjobban a egész repszobában, még a Hermon klubban volt, hogyha úristen középiskolába. Na mindegy, a lányoknak is a végére egy kis okosságot. Úgyhogy nyomják itt a népek, a végére még egy utolsót, jaj, ez meg a kedvencem, hogy, és akkor, ja, mert erről jut eszembe, igen, ez a legjobb, hogy én annyira imádom, hogy nem tudom, éveken át jártam le, minden hétvégén, minden péntek este lent voltam, és partiztam, amikor még elkezdtem dolgozni, komolyabban, Göröllőn, Pestre jártam be minden hétvégén kb., meg ez az amaz, meg Göröllőn is szórakozó helyekre, végigtáncoltam mindenhol, és annyira bírom, hogy erről mondhatnánk, hogy ez itt egy diszkó, egy ugyanez van egy diszkóba. A kedvencem, hogy tényleg semmit nem csinálnak. Lemennek az emberek, és állnak, és néznek. Vagy jaj, mindegy, inkább nem is kezdve el kifigurázni. A kedvencem az volt, amit húgom mondott, vagy két hónapja, hogy lement szórakozó helyre, és volt két lány, az egyik az izé. De csini volt, a másik meg nem annyira csini. És akkor nem annyira csini, az tök jó, nem volt, ott táncolgatott magának meg minden. A csininek meg az volt a programja, az volt az esti programja, hogy ő szép. Ő ült, és ő szép volt. Egész este. Ez volt a szórakozással, lement a szórakozóhelyre, és ő szép volt órákon át. Úgyhogy, atya, úristen! És ugyanez, hogy nem bírnak táncolni, a diszkóban is, hogy senki nem táncol. Táncolok, csak pislognak. Pesten behívtak a tánccsapatok, hogy menjek már hozzájuk, meg ilyenek. De nem táncolnak az emberek. Na mindegy, még egy kicsit a végéről, mert ő is jól nyomja. Szintén itt van a két világbajnok ikerpár, illetve ez a nem tudom, foltos pólós, neki azért, neki is van egy higany mozgása, nem gyengén, vagy nem tudom, hogy hívjam. Na jó, legyen ennyi, úgyhogy pár videó, nyugodtan nézegessétek meg őket hosszabb távon is, hogyha valaki gondolja. Szerintem, hát én lehet, hogy ez lesz a vége, én táncot fogok tanítani majd pár év múlva, mert ezt őszintén szeretem, főleg amikor gyerekekkel foglalkozni, meg hogyha úristen, meg tanítani lehet az embereket, ennek van értelme? Annak nincs értelme, hogy 100 millió forintja van az embernek, vagy 200 millió forintja van, mert semmi értelme. Ez a 8 éves kislány, aki letáncolja, az többet ér, mint a plusz 100 millió forintja, mert dugja fel magának. Na mindegy. Túlzásra mentem, vannak értékes dolgok a világon, és értéktelen dolgok a világon. Amikor megvan egy alapszint, tud az ember enni azt, amit szeretne, meg nem esik a fejére az eső, meg nem fúj a szél, meg melegbe tud lenni télen, akkor azután mi a jó Isten kell még utána alkosson, tanítsa, fejlessze a világot. Saját vélemény, na de haladjunk is tovább.
Úgyhogy meg volt szösztenete, táncmozdulatokról, táncmozdulatokból is csinálnak már NFT-t, de ami itt a nagy gond, amit mondanak, hogy nagy gond lehet az NFT-kkel, az, hogy eltűnhetnek az NFT-k. Például egy Twitter üzenetet kitesz valaki, a másik megveszi nem tudom, 100.000 dollárért azt a Twitter üzenetet, és ha letörli a Twitter üzenetet, vagy kicserél egy másikra, akkor az nem lesz elmentve, eltűnik a francba, akkor amit befektettek 100.000 dollárra, az ami lesz? Puk. Úgyhogy ilyen szempontból figyelni kell az NFT-ktől, de itt van a megoldás is rá. Tehát EFPS, Interplanetary File System, ilyen, hát mindegy, idézőjelben bolygóközi fájrendszerbe keresztül érik el a fájlokat az emberek, vagy az adatokat. És igen, ez egy külön fájrendszer, nem csak egy URL, nem csak egy internet cím, ami bármikor megtörhet, meg nem lehet elérni az URL címet, mint itt, ahogy mutatják is lent, hogy nem jelenik meg az oldal, 504-es SIBA Gateway Timeout nem jelenik meg. Hiába tették fel az NFT-ket, hogy Ozunának meg a többieknek itt vannak az NFT-k, nem jelenik meg az oldalon. És az egyik, ha csak egy URL címhez van kötve az NFT, legrosszabb, mert eltűnik az URL cím, nem fog működni, végén semmi nem volt. A másik az az, hogy fel lehet tenni erre az IPFS-re, Interplanetary File Systemre is, és akkor az már nem csak az URL-t, hanem mögötte eltárolja a fájlokat, de ami a nagy gond az IPFS-sel is, hogy azt se tárolja el, hosszú távon nem tárolja el az adatokat, az ideig, óráig, de hogyha megszünteti azt, aki fenntartja, valaki fenntart egy helyet, hogy oké, ide lehet pakolni a fájlokat, de ha az a cég vagy valami azt mondja, hogy kell nekem a hely, vagy letörli azokat, akkor ott megint elveszik az egész. És az EPFS-e együtt eltűnhetnek az NFT-k meg minden, de mit lehet ez ellen tenni? Igen, itt is mondja is az egyik ember, check my NFT Twitter-e, hogy nincs, napok óta nem látja az NFT-knek a linkjét. És akkor itt van ez az AR Wave, ez az AR Wave, az IPFS, az AR Wave, csinál egy olyan megoldást, hogy ő eltárolja, ő tényleg véglegesen, hosszú távon eltárolja azokat az információkat, azokat az adatokat, amikből az NFT vagy bármi áll. Úgyhogy az NFT adatait tényleg eltárolja, akkor nem lesz az, hogy eltűnik az URL, meg az IPFS szolgáltató épp megszűnik, aki fenntartotta azt az adott oldalt, vagy bármit, hanem az RV-ben meg lehet végtelenség el lehet tárolni. Ők eltárolják az embernek az adatokat. Nem tudom, gondolom, valami díja van, minimális, de hát akár legyen is, vagy ilyesmi, de az a lényeg, hogy RV-vel kell kombinálni az NFT-ket, és akkor nem fognak csak puff, így eltűnni, meg semmivé válni, hogyha egy URL cím, vagy bármi megszűnik a neten. Az IPFS, igen, egy népszerű peer-to-peer hálózat az adatmegosztásra decentralizált módon, de nincs, nem végleges, az IPFS se végleges, és akkor végül is ugyanaz van, amit itt elmondtam, hogy az IPFS-ről eltűnhetnek az adatok, hogyha a szolgáltató az megszűnik, miközben, hogyha az RV blokkláncára felteszik, jól várjam, RV az blockchain, egy pillanat, erre rá kell keresnem, ez nem ugrott be, miközben olvastam a hírt. RV, be lehet, hogy érdemes teszegetni. 94. helyen van, jön fel, újra, hogy jön fel az RV. Azt az eget, akkor RV, jó, RV-be is érdemes. Fú, pont talán 1%-nyi maradt, amit mondom, most már olyan nagyon kritikus nincs, bár Tront is kéne venni. De az RV-vet lehet, hogy meg kell tolni. Hát ha az NFT-ket, ők fogják biztosítani, garantálni az NFT-ket, hogy az NFT-k az idők végezetéig megmaradjanak, ne puff, tűnjenek el a semmibe az internetről. Akkor az R-Wave az nagyot fog menni, és már most is kezd nagyot jönni, ahogy nézem. Hűha-húha, R-Wave, fel kell venni az R-Wave-et. Hogy fogok én erre emlékezni? Na mindegy, pillanat, ide azt mondja, hogy gyorsan rászállnak egy fél percet, hogy ne menje AR a szimbóluma. Itt tudjátok, ti is felregisztráltok TradingView-ra, behozzátok az én táblázatomat, ott talán csak Ethereum, meg Bitcoin lesz, meg ilyesmi, de utána egyesével itt ezzel a plusz gombbal hozzá tudjátok adni a többi kriptót is. Keressünk csak az RV-re. Júj, AR-rel nagyon sok minden lesz, hol van kriptósabb? Ajajajajajaj. RV. Aha, így már jön. Júj, még csak a Bitrex-en lehet venni, meg a Huobin, ajaj, hát ha ez is jön, júj, akkor RV-be is azt az eget, ha ő fogja fogni az NFT-ket, és még nem lehet kapni Coinbase-en, és még nem lehet kapni Binance-en, akkor ez is egy nagyon finom kis csemege, amit be kell tenni ide a Render Coin, meg az Omicoin mellé, Omi még nincs, vagy Omi Token,
De az AR-t is ide teszem, jó, most 8%-ot csökken, még nem is baj, hogy... Ja, hát mert mekkorát rúgat, hát ne vicceljünk már. Hát olyan gyertya, jaj, várj, már nézem már itt a sajátunkon, hogy a TradingView-ban mit mutat. Jó, hát persze, hogy van korrekció az árvévbe. Jó, hát az árvév itt is volt, ahogy ugyebár látjátok. Bocsi, ezzel nem számoltam, de még időben elkaptam, majdnem túlmentem a híren, úgyhogy nem figyeltem ki belőle a jót hozó coint. Itt az első háromszöge, most megy föl felfelé, lehet, hogy valahogy benne van, akár itt lehet majd a második, utána megnyomja még tovább. Úgyhogy hú, az árvév árvévre, azt nagyon szerintem lehet, hogy még este vagy ilyesmit teszek, getek bele valamennyit, most jó, visszasortolták kicsit az árát, vagy még egy, hát nem tudom, egy napot lehet, egy pár napot lehet érdemes várni vele, amíg itt konszolidáció lesz, vagy korrekció, és akkor utána fog fellőni, csak nehogy a fellövés előtt lemaradjak róla. Úgyhogy árvév, de jó, lett még egy coinunk a hírekből. Jó, de már sok lesz, már ez a 27. coin lesz talán a portfóliumban, vagy nem tudom, de ezek már csak a bónuszok itt a végén, ezek nem az top 10-ek, top 20-ak, top 50-ek, top 100-ak, ezek utána, amik ilyen alkalmi coinok, amikkel nagyon jót lehet fogni még mielőtt a legkomolyabb váltókra felkerülnek. Oké, és árvév, túltárgyaltuk. Igen, még tesztelgetni kell az NFT-ket, ki kell, hogy forjon a piaca, mielőtt az apró gyerekbetegségek előjönnek. Itt az egyik gyerekbetegség, hogy eltűnhet az internetről az adott kép, vagy ilyesmi, letörölhetik, és akkor már semmit nem ér az NFT, de az Arweave ezt meg fogja oldani. Arweave coinunk valószínű is húzni fog, de jó, hogy most még elkaptam. Na, de persze csak 1%-ot meg ki tudja, de szerintem jónak tűnik. És akkor mindjárt itt a vége, City Executive says, igen, a City Banknál azt mondják, hogy a Bitcoin az jó fog teljesíteni, de ők sokkal nagyobb befektetési lehetőségeket látnak hatalmas, megállíthatatlan világszintű trendekben, és a Bitcoin jól fog húzni, kétségtelen, hogy a Bitcoin jól fog menni, akkor érdeklődés van minden irányból iránta, miközben a Citibanknak a vezetője azt is mondja, hogy őt megrémíti az alapvető változás, vagy alapvető szinten megrémíti az egész, hát persze, mert ő bankos. Bankos, és akkor itt az új bankrendszer, amihez nem kell hagyományos értelemben bank. Nem kellnek bankárok ahhoz, hogy kriptóval lehessen fizetni, de persze, hogy megrémül tőle. Alapvető értelemben igen... Tovább fogják segíteni, hogy egyre többen tudjanak bitcoinba fektetni náluk is, de több helyen jobb lehetőségeket lát, és mik azok a jobb lehetőségek, amiket a Citibanknak az embere mond, a megállíthatatlan trendnek, azt mondja, hogy a big data, hát ott vagyunk benne az Ocean tokennel, ő talán token, igen, nem coin, illetve a szatellit technológia, a szolár, a napenergia és még több, igen, ezek mennek is, meg menjenek is a napenergia, menjen, hát ingyen energia, hát mi a jó Istenért égetjük a benzineket, meg ilyesmit, semmi értelme az egésznek. Nem tudtunk eddig jobbat, azért kellett ilyet nyomni. És a hatalmas megállíthatatlan trendek, csodálatos befektetési lehetőségekre adnak, hát szóismétlés lehetőséget, mindegy, valószínű hosszú távon, a nézdei szerint hosszú távon jobban fognak teljesíteni még a bitcoinnál is, hát azt azért kicsit sárgával jelöltem, meglátjuk majd, hogy jobban fognak a bitcoinnál teljesíteni. Ha így veszük, hogy világszinten mi, akkor meg azt mondják, kimondta, Mark Moss mondta, elkezdtem egy videót nézni valamikor, csak utána megint elkavarodtam, azt nem tudom már hol van, meg nem néztem végig, hogy a bányász részvények, bányász céges részvények a bitcoin áránál is még 10-szer komolyabban mennek a hagyományos tőzsdéken elvileg. Úgyhogy ez a nem semmi, akkor azokkal versenyezzenek majd itt a többi hagyományos. Na mindegy, haladok is tovább, azt mondja, hogy jaj, Nigéria központi bankja össze-vissza magyaráznak már. Mert hogy betiltották a kriptokereskedelmet, de most meg azt mondják, hogy jaj, ők mégse tiltották be Nigériába a kriptokereskedelmet, csak a bankszektornak tiltották be, hogy ne kereskedhessenek kriptókkal. Csak a bankokra vonatkozik ez a korlátozás. És nincs is erejük megállítani a peer-to-peer kereskedelmet a nigériai központi banknak. És sokan mentek már szembe a nigériai központi bank döntésével, úgy, mint a nigériai szenátus tagjai és a nigériai miniszterelnök is. Ők is mondják, hogy nem jó ez a döntés, amit a nigériai központi bankja hozott. És azt írják itt, hogy ne felejtsük el,
hogy még csak a felszínt kapargatjuk, ahogy egy kicsit, ahogy a kereskedelem folyamatosan zajlik a peer-to-peer felületeken, a központi bank szabályozásainak val ellentétben. És a központi banknak nincs már ereje, nincs már hatalma a fölött, hogy ezt az egész pénzügyi szektort, aminek egy részben már átállt decentralizált, részben már kriptó alapú a teljes pénzügyi rendszere Nigériának, arra már nincs hatása a központi banknak, hogy az egészet visszacsinálja, visszadugja a szellemet a palacba. Nincs ilyen. És akkor igen, azt mondja, hogy hát itt a végére még annyi jött, hogy Grayscale kicsit ezért parázhat, vagy nem tudom, jött itt egy kimutatás róla, hogy irreálisan magasak a díjaik, és rendszer szintű rizikóra kell számolniuk, mert amit visszavásároltak, az sem volt csak a saját részvényeikből, de ilyen szinten elhúzott. Ugyebár tőzsdei részvényeknél megvan a piros, a JASZ GBTC Holding, az meg a prémium, ja, ezt most mégse azt, na mindegy. Mutatja, az a lényeg, hogy a prémium már nincs akkora hatalmas bónusz a Grayscale-nél, amit visz tudnak az embereknek prémium profitba adni, a bitcoinon felül, ami van nekik, az rengeteg bitcoinjuk van, 35 billió dollár értékben van bitcoinjuk legalább, úgyhogy a Grayscale-nél van bitcoin, de nem mindegy, a cég a bitcoin árához képest, ami az alap, a NAV, a Native Asset Value talán, az alap, ami tényleg, ami fedezet van, a bitcoin a fedezet a Grayscale-nél, és mindig van egy fedezet a tőzsdei árnál vagy értéknél, és a fölött van egy magasabb, ami a teljes cégnek a tőzsdei értéke, még ott rátesznek ezt a stamaszt egy kicsit, nem csak ami mögött fedezet van, hanem ilyen számítgatások, spekulációk, mennyit érhet a cég. Na most ez a plusz a valós fedezet fölött egyre kezd lentebb húzni a Grayscale-nél, úgyhogy vigyázniuk kell, illetve amit még itt írnak, igen, hogy 250 millióért vásároltak vissza a részvényeket, ez a 35 billiós alaphoz képest szinte semmi, minden héten kéne 250 millió dollárért visszavásárolniuk részvényt, hogy jól legyenek, és félelem az ellenfelektől, vagy a versenytársaktól, mert jönnek a versenytársak. A Grayscale-nél 2%-os az éves díj, a másik például a Osprey-nál, OBTC-nél meg 0,49%-os, egy 0,5%-os az éves díj, amit leszednek a Grayscale, meg 2%-ot, úgyhogy a Grayscale-nek ezzel össze kell húzni a drágszíjat, kicsit változtatni kell, mert jönnek a versenytársak a piacon, ez a szabad piacnak a lényege. Na és akkor el is értünk a végére, azt mondja, hogy jó, ez lett egy óra, vagy egy óra, 20 perc, nem tudom, na kíváncsi leszek, nem is ez a lényeg. Pak-pak-pak csapadékot mutattam, a felhőzetet nézzük, mert egész jó kis, szép kis napos idők szoktak ma is, hogy kimentem boltba vásárolni, meg ez az, olyan jó kis napos idő volt, még fel is mentem a Miskolcon a lavasi kilátóra, aztán hesszelgettem ott a táját, tök jó napsütési idő volt. Na de, nézzük, jelenleg azt mondja, hogy 21-e, vasárnap, itt tartunk felhők, mennyire lesz felhős az idő, nézzük mondjuk napközben egy órát, és akkor mindenki nézze meg, hol van is, indul a vonat, ez most vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és vasárnap. Hát jó, így fele-fele lesz is felhő, lesz minden napra jut majd valamennyi kis napsütés szerintem, ahogy nézegettem, vonulgatni fognak a felhők, de nem lesz telibe felhős egy héten keresztül már az idő, ahogy nézem, úgyhogy az mindenki pozitív jel. Napsütés, direktfény az jót tesz az ember közérzetének, legalábbis az enyémnek. Köszi szépen, hogy ma este is meghallgattatok, holnap este ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!